Gratulálok a győzelmetekhez, ugye 4 gólt dobtál, a borádású 2 igen fontos volt ott az első félidő utolsó percében. Mi történt itt a két félidő között, mert azért elég ellentétes félidőket láthattunk? Igen, a második félidőben megkaptuk az instrukciót, hogy föl kell javítani a védekezést, és ki kell használni az ígyszereink értékesítését, és szerencsére ez a második félidőre már feljavult, úgyhogy jól tudtunk kijönni az öltözőben, ennek nagyon örültünk. 54% lett a védési hatékonyságod vége, vagy 8 gólt kaptál egy félidő alatt a Podgoricától. Erről álmodoztál, hogy tényleg ezt így le lehet hozni, ezt a második félidőt? Ha te mondod, nem tudom a százalékokat, nyilván jó kapus teljesítmény nincs jó védekezés nélkül, úgyhogy kell emelni tényleg a csajokat, illetve azt, amit megbeszéltünk az előzőekben, a videózások közben, azok a lövések ültek, úgyhogy nyilván is emellett tudtam szicereket is fogni. Nagyon jó volt belőle a mérkőzés, azt gondolom, hogy a szurkolóinkat is ki kell emelni, amikor nem jött az első félidőnk, ugyanúgy mellettünk voltak és biztattak minket, úgyhogy nekük is külön gratuláció. Bár nem ez volt az első BL meccsed, mégis az elmúlt évek egyik legjobb csapatával játszottatok ilyen közönség előtt. Ilyenkor 18 évesen azért nincs némi lámpaláz, vagy már ez elmúlt? Már úgy gondolom, hogy a sok mérkőzés alkalmával egy kicsit feljavult ez, de még mindig persze megremeg az ember keze néha, és nagyon örülök annak, hogy mindig ennyien kijönnek és szurkolnak nekünk, és ez tényleg felemelő érzés. Nagyon fiatal, sok évadó csapatot sikerült legyőzni. Az első félidő azon, amit a két csapattól látszott az, hogy régen játszott éves mérkőzést, tehát főleg a védekezésén. Én gondolom, hogy itt talán a gondolatok és a minőségi játékot döntött el. És ugyanazt mondani, mint egy élet, tehát nem gondolom azt, hogy ekkor különbség nem a két csapat között, itt most nekem a második fél után itt is sikerült. Ha játszottatok a Buducnosz ellen, dobtál 4 gólt, holnap már mész iskolába, ez milyen, hogy lehet ezt egyáltalán összeegyeztetni? Hát muszáj. Igazából azt mondom, hogy muszáj, és tényleg az iskolában is ugyanúgy, mint a pályán teljesíteni kell, és szerencsére ezt is meg lehet oldani. Ilyenkor az iskolatársak mit szólnak, gratulálnak, követik a meccseidet, nézik a tévében? Igen, mindig kapjuk a gratulációt, és nagyon örülnek. Vannak, akik ki is járnak a meccsekre szurkolni, úgyhogy a támogatás az mindig el kell, és ennek is nagyon. Védtél kézzel, lábbal, fejjel, milyen testrészed van még, amivel lehet egyáltalán védeni? Hát nem tudom, hátamon nem védtem ezek szerint. Nem az a lényeg, hogy mivel védünk, szerintem az a lényeg, hogy kivédjük a lövést, úgyhogy fantasztikus volt ez a mai mérkőzés, ebből lehet építkeznünk. Azt gondolom, hogy ez egy fontos győzelem volt számunkra, hogy az első BL mérkőzésünket meg tudtuk itthon nyerni. Aztán ebből építkezünk és megyünk tovább, utazunk Franciaországba. Játszol a bajnokságban, BL-ben, milyen terveid vannak, milyen személyes céljaid erre a tavaszi szezonra, 18 évesként? Hát szeretnék a csapatnak nagy hasznára lenni, és igazából dolgozom minden nap azért, hogy megfeleljek és fel tudjak nőni a feladathoz. Úgy gondolom, hogy ez a célom. Mi az, amiben szeretnél fejlődni? Hát koncentrációban mindenképp. Néha úgy érzem, hogy így pár percre kihagy az agyam, meg persze a munka az nagyon fontos, szóval minden szempontból mindig van hova fejlődni. Koncentrációt hogyan lehet egyébként fejleszteni, arra mi a recept? Meccs előtt is úgy kell felkészülni, hogy olyan hangulatba kell hozni magam, hogy teljesen csak a meccsre koncentráljak és semmi másra. Ki kell üríteni a fejem, ilyenkor szoktam néha zenét hallgatni, és az rendkívül sokat segít.